Mint minden kisgyereket, engem is elvarázsolt a karácsonyi időszak. Leginkább a fények, amik az ablakokban gyúltak december 24-én. Ilyenkor a hideg utcákon sétálva megpróbáltam bekukucskálni az ablakokon, azon ábrándozva, vajon kik gyújtanak gyertyát, lámpákat a meleg szobákban. Milyen gyerekek álma teljesül, kik azok, akik egymást átölelve békés ünnepeket kívánnak egymásnak éppen. Vajon az a meghittség, amit én kívülről figyelek, milyen lehet benn? Bár persze sok minden változott, megértettem, hogy a karácsony mennyire bonyolult ünnep, hogy nem minden az, aminek látszik. A karácsonyhoz fűződő kíváncsiságom máig nem változott. Ugyanúgy sétálok karácsony idején, és ugyanúgy kukucskálok az ablakokon. A karácsony időszaka nem csak számomra volt fontos a családunkban. Anyám 1993-ban indított mini dokumentumfilm sorozatot Karácsonyi üzenetek címmel. Akkor egészen innovatív módon. Ötletének lényege az volt, hogy a televíziót, ami 1993-ban milliók számára elérhetetlen intézmény volt, közvetítővé tegye a családokban. Jelentkezési lehetőséget hirdettek a magyar televízióban. Azok, akik valamiért távol töltik az ünnepeket szeretteiktől, a televízió kiküldött stábja által rögzített üzenetüket eljutathatják szeretteikhez december 24-én. Én lázadó kamasz voltam akkoriban, eltökélten szerettem volna filmes lenni, a legkevésbé sem érdekelt anyám aktuális munkája. Pedig érdekelhetett volna. És hogy miért, azt megmutatom. Mulhár Jánosné vagyok, Dunaharasztiban lakom, és mivel haza menni nem tudok, így szeretnék édesanyámnak és testvéreimnek boldog ünnepet kívánni. És ezt a számot küldöm a családomnak és a feleségem számára. Farkas Irén vagyok, 8 éves. Édesapámnak üzenek. Szeretném, ha újra eljönne hozzánk. Szeretnék Székesfehérvárra, a kislányomnak, unokáknak, vőnek, minden testvéremnek kívánni nagyon kellemes, szeretetben, gazdag, boldog, békés karácsonyt, új évet. Anyósomnak, aki Csanádapácán él. Öreg anyámnak szeretnék küldeni egy üzenetet. Szia, öreg anyám! Ha meglátod a képet, kérlek, ne sírj. Amit tettem, sajnos bűnödni kell érte, de remélem, hogy hamarosan szabad leszek, és újra köztetek lehetek. Amit tudtok, csináltok, intézkedjetek, vigyázzatok magatokra. Pár év, engem beszippantott az egyetemi élet, és túl pár kommunikáció elméleti szemináriumon megértettem, miért volt zseniális anyám ötlete. Felrúgta a televíziózás szabályait, átadta az irányítást a nézőknek, családtaggát téve az egyébként mások által irányított dobozt. Ráadásul úgy, hogy ez mindenkinek jó volt. Jó volt az üzenetek küldőinek és a fogadóknak is, és a nézőknek is, mert az üzenetek által elmesélt történetekben olyan emberek életében nyertek bepillantást, akiket egyébként számos ok, de leginkább saját előítéleteik miatt maguktól távolinak éreznek. Szegények, mozgássérültek, börtönben vannak, elváltak, eltűntek a gyerekeik. Pedig ők is szeretnék kifejezni szeretetüket, fájdalmukat és hiányukat. És azt is megértettem, hogy számomra miért érdekes a karácsonyi üzenetek. Gyerekkori kukucskáló kíváncsiságomat tudom kielégíteni. Így 1997-ben én magam is megcsináltam, szintén a magyar televízióban. A forma és a módszer nem változott. Ugyanúgy jelentkezési lehetőséget hirdettünk, és aztán egy stábbal kimentünk, és egyetlen képeslapszerűen rögzített képben felvettük az üzenetküldők üzeneteit, amiket december 24-én sugároztunk.
Viszont én filmkészítőként egy új tapasztalatra tettem szert. Azt vettem észre, hogy szinte minden alkalommal, amikor bekapcsoltuk a kamerát, és elhangzott a tessék szó, az üzenetküldők, mintha kikapcsolták volna a külvilágot, mintha a kamera objektíve abban a pillanatban valóban a családtaggá változott volna. Ez egyébként tulajdonképpen minden filmkészítő álma. Eltüntetni a kamerát, az érzelmeket a maguk teljességében megmutatni, vászonra varázsolni. És forgatási élményként pedig arra emlékeztet, amit ma úgy hívunk, hogy mindfulness, vagy hit, vagy meditáció, vagy flow, és ugyanarról beszélünk, a pillanat teljességéről. Ezt korábban ritkán tapasztaltam. Újabb évek teltek el. Én az elmúlt 17 évben számos dokumentumfilmet készítettem, de a karácsonyi üzenetek még mindig nem találta meg a helyét, ezért újra és újra próbálkoztam. Nemzetközi workshopokon prezentáltam, ahol én magam is új dolgokat tanultam a saját projektemről. Többek között azt, hogy ez egy olyan forma, ami meglepő kontextusba helyezi a történelmi hagyományokat, államfők, királyok és királynők hagyományosan televízión keresztül sugárzott karácsonyi vagy újévi üzeneteit. Jó példa erre, II. Erzsébet angol királynő legelső televíziós üzenete 1957-ből. Christmas. 25 years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark, because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. My own family often gather round to watch television, as they are at this moment, and that is how I imagine you now. Pedig itt sem történik más, mint amit mi csinálunk. Egy távoli rokon küld üzenetet távol élő szeretteinek, itt az alattvalóinak. Egy régi családi hagyomány helyez új kontextusba. Amikor 2017-ben a Metul integrált lebjében újraindítottuk a karácsonyi üzenetet több különböző szakos hallgatóval, kiderült, hogy remek oktatási projekt, különösen azért, mert hatékony csapatmunkát kíván. Gyors és látványos az eredmény, és azoknak is érdekes, akiknek egyébként a tanulmányi területe más. Mondjuk építészek, és nem azzal foglalkoznak, hogy vizuális tartalmat állítanak elő, vagy mások magánéletébe kukucskálnak. Azt tapasztaltuk, hogy sok minden változott, és sok minden nem. Nem változott a karácsony. Nem változott az én kíváncsiságom. Nem változott az üzenetek módja, formája, és a forgatási élmény sem. És az sem, hogy mint minden évadban, most is a nyugdíjasok voltak a legnyitottabbak. Sok minden változott azonban az elmúlt években a körülöttünk lévő világban. Mindenekelőtt persze az, hogy nem televízión keresztül közvetítettük az üzeneteket, hanem interneten. Felépítettünk egy brandet a megfelelő social media felületeket becsatornázva. Az internet miatt változott az üzenetek funkciója is. Most nem kommunikációs lehetőségként tekintettek az üzenetküldőkre, hanem inkább ajándékként, mintha egy picit formálisabbá tudták volna így tenni azt, amit egyébként amúgy is megtennének. Megváltozott a társadalmi mobilitás, míg régen, főleg vidékről üzentek Budapestre, most sokkal többen voltak azok, akik külföldre üzentek, soha nem látott unokáiknak és gyerekeiknek. Nagyon sokat változott a média és a tartalomfogyasztás és a befogadói inger küszöbünk is. Egy-két percnél hosszabb vizuális tartalmat már nem fogadunk be. Egyébként erre nagyon jó a karácsonyi üzenetek. Nagyon megváltoztak a történetek, amik elénk kerülnek. Kevéssé látunk olyan történeteket, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy a másik emberre odafigyeljünk. Megváltozott a hitelesség és a hitelességről alkotott fogalmunk is. A karácsonyi üzenetek ebből a szempontból megkérdőjelezhetetlen. És továbbra is mindenkinek jó. Jó az üzenetküldőnek, jó a fogadónak és a nézőknek is. Mármint akkor, ha a nézők és a készítők hagyják magukat nyitottnak, kíváncsinak és együttérzőnek lenni mások életére.
Talán ebben a tekintetben változtunk meg leginkább az elmúlt évtizedben. Mi idén is azon dolgozunk, hogy a karácsonyi üzenetek ebben segítsen. És várjuk az üzenetküldőket. Köszönöm.